Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok, és akkor mielőtt a második rész elkezdődne, ez most már hétfő, ugye kicsit össze-vissza lesz az időben az egész, de most már hétfő van. Csak azért is jelentkezem be, igaz, hogy a videó végén majd valamikor elmondom, hogy ez a videó ugye hétköznaponként lesz feltöltve, mert ugye tegnap, sajnos vasárnap ugye vettem fel az anyagot, nem volt időm megszerkeszteni, és akkor így hétközben délelőttönként, mikor idő engedi, egy-egy részt esetleg fölteszek, nem 100%, de a héten remélem ennek a bridge motoros fűnyírónak a bontását valamilyen szinten elvégzem. Hát ugye, majd nem akarok lelőni semmit, majd látjátok, hogy mik fognak történni benne, mégsem. Ugye lesz egy rész, valahol valamelyik részben, nem tudom, amely tényleg csak erős idegzetűeknek ajánlom, és olyanoknak, akik esetleg ezeket a dolgokat, ezeket a részeket nem igazán díjazzák, de én így állok neki, én amit véghez akarok vinni, az véghez viszem. Ezt majd úgyis majd az ominózus eset előtt is el fogom mondani, hogy csak erős idegzetűek nézzék azt a tevékenységet, amit majd fogok művelni. Nem, ebben nem tudom, melyik részben lesz, majd hogyan jön ki, fogalma sincs. Mindenesetre azért remélhetőleg azért nem lesz annyira drasztikus az egész, így csak így hirtelen, mert azért csak jelentem, hogy lássátok, hogy azért hű maradok önmagamhoz, tehát ismét elő nagy kalapács idegvágó, hadd szóljon, tehát úgy gondolhatjátok, miről lesz szó majd, rombolás, előjön a barbár vér belőlem ismét. Jó, akkor figyeljetek, következzék akkor a második rész, és akkor mindenkinek jó szórakozást kívánok. Na, hoztam, hát talán a legkisebb ugrifüles. Ez meg nem megy rá, de mégse. Na, várjátok, ez egy 6-os, akkor megpróbálom meg egy 7-est. 7-es meg nagy, ajaj, most lesznek a problémák. Hát akkor viszont a 6-osnak kéne, hogy levegye. Vagy csak nem valami hülye mérete van. Hát nagyon úgy tűnik, emberek, nagyon úgy tűnik, hogy ez nem jó, nem fog rámenni. Ugye 7-es meg pici neki. Vagyis 7-es meg kotyog rajt, hülyeséget mondtam. 7-es meg kotyog rajt. Hát akkor más nincs más hátra, mint előre. Valamilyen utómódon pedig ezeket innét le kéne, hogy vegyem. Akár hogyan is, de le kell vennem. Lehet, hogy mégiscsak a kombinált fogó marad, ha meg tudom vele lazítani. Azt hittem mi. Persze nem ugrana le róla, mert ez nem lazul. Talán. Ez meglazult, úgy nézem, vagy mégse. Mint ha lazult volna, úgy néztem. Ez gáz. Csak rosszul láttam, igen. Csak rosszul láttam. Hát ezeket majd valamivel így kéne cserélnem, majd helyettesíteni kéne, mert ez itt már most megakadok a bontásba is. Hát ez érdekes. Közben csavarhúzom minden tiszta olajmaszat. Na most mit csináljak? Hidegvágó kollégát elővegyem? De miért ilyen pici kis hülye csavarok fogják? Én nem is értem, ez a megoldás. Ez mire jó? Hogy tényleg ilyen pici csavarokat kell tenni, miért nem tudnak normális fejű csavarokat adaraknakni? Amit legalább normális kulcsa meg lehet fogni, mert ilyen picike kis kulcsok. Na mindegy, figyeljetek, egyszer leveszem ezt a 10-es kulcsokkal meg tudom ezeket fogni, ezt a műnyagot kéne levarázsolnom róla, itt körülötte. Ne legyen már rajta ez a műnyag itt, mert fene se tudja, akadályoz. Hát ha le tudom persze venni. Mert lejön, meglazult. Hát remélem ez ki tudom venni, hát bízok benne legalábbis. Ha nem, hát így jártam akkor már megint. Na, oké. Megindult. Valamilyen szinten megindult. Elég nehézkesre jön, ami azt illeti. Jöhetne jobban is. Hát a többit hogy fogom kivenni, azt nem tudom. Jó lenne valami krovát kihoznom, vagy a szerszám készletet, aztán azzal valamit
alkotni. Abban is itt kínál is férne mellettem. Mert ugye azért nem szoktam itt kihozni, vagy nem szoktam ott benn használni. Elég pici a hely, de itt elférne az asztalom. Bűvem. Na, egy megvan, egytől megszabadultunk. De van itt még látható itt bent is egy csavar. Ezt a kábelt én meg kéne húznom. Azért akartam levenni először ezt, hogy így ehhez hozzáférjek. De jó van, talán, ez meg is valazítva. Ez könnyen le is jött, oké. Akkor nincs probléma egyelőre. Ez lejön. Vagy akarom mondani, kijön. Talán egyszer valamikor. Oké, jó hosszú csavar. Oké, hát egy még fogja valami, nagyon erősen fogja valami. Mi a franc? Lehet, hogy ezt le kell ugrasztani róla majd. Jó. Akkor ott van még kettő. Hát azokhoz viszont nehezen férek hozzá. Ide viszont jó lenne valami dugókulcs. Na, előbb ányászok valamit. Most kihoztam ezt a kis pici kromát. Egy-két milfenével, dugóval. Nem tudom melyik a 10-es, mert ez nem az. Ne guruljanak, attól félek most meg ezek itt ezen az asztalon. Melyik lehet a 10-es talán ez? Ez a 10-es, jó. Ha minden igaz, ez jó rá. Na, pont fordítva. Úgyne. Amúgy nem is nagyon volt meghúzva. Ippek, csak rá kellett, meg kellett mondani, hogy mutatnom a krovát, ezt a szevasz. Lenni is van. Úgy. Na, jöhet a következő is innét. Hál' Isten, most ez a műanyag is útban van. Persze, minden műanyag útban van. Nehogyan könnyen lehessen ezt a motort szétszedni. Persze ez lehet, hogy arra legyen gyártva, hogy egyszer szét meg van csinálva azt a tönkre, amit dobjátok el a francba. Ez nem arra való, hogy így szeregesse az ember, ugyan már. Ez csak nekünk így hobbistáknak jó dolog. Ezekkel szórakozni. Na, mocorog, és úgy nézem, szerintem, hogy hogyan mocorog ez az egész. Itt a karburátornak a csonkjáról, vagy a belülő részéről, erről le kéne ezt patintani. Én azt mondom, hogy ez úgy működik. Lehet, hogy én gondolom hülyeség, de még itt a micsoda, belántó rész is, ajjajjajjajjaj. Belántó rész is benn van, ezt szét kéne szednem. Ja. Attól félek, ha most ezt szétkapom, oda beugrik a nik. Ezt ugye lehet levenni innét, vagy itt vagy? Ez egy kupak? Vagy mi a franc ez itt? Hát ez egy matrica. Aha, oda nézzetek. Mi a franc? Oda nézzetek. Micsoda megoldás? Rá van ragasztva egy matrica. Hoppácska. Rá van ragasztva egy matrica, és ezt... Hát a tenger... Most szétszedjem? Hát nem kéne szétszednem akkor. De alatta meg rozsdás, látjátok? Befolytottam a víz. Oda nézzetek. Ez rozsda. Ez rozsda, de befolyt a víz valamikor, vagy olaj, vagy zsír. Lehet, hogy zsír. Hát, a franc se tudja, de szerintem, hát, nem mondok erre semmit inkább, mert lehet, hogy részpasztaszerűség, de lehet, hogy inkább, ez inkább szerintem rozsda. Na, de másképp, ezt nem tudom visszaragasztani, nem is érdekes. Azt mondja, hogyan tudnám azt onnét. Ez szétugrik szerintetek, ha én most ezt leveszem? Ugyan, szétugrik? Most ezt leveszem... Szerintem nem. Szerintem csak nem. Na, innyiak kiderül, ezt most üdvesztek vele, nem? De ja, csak ez kisebb kulcs kell, ahogy elnézem. Az egy 9-es kulcsa kéne megfognom. Haha. Helyett 8-asra. Igen. Most itt van egy nyilacska. Nem tudom, ez mérvadó, látjátok? Most ez fölfele van. Abban annak szerintem mindegy. Mert ez nem pörög. Tetején az alja pörög. Az rántja be. Lehet látni, hogy berántja a fogaskereket. Hogyha rántom, és akkor úgy csapódik be a fogaskerék a helyére. Na, mindegy, figyeljetek. Ha meglazul... Hát mondom, ha meglazulna persze. Mondjuk itt nem tudom mi a franc az. Várjátok, itt van valami itt. Ez mi? Jó, oda van beakasztva a rugó. Aha! Értem, itt a rugónak a vége. Jó. Tehát az nem kitámasztó. Semmi extra. Oda a rugó vége van csak beakasztva, hogy elnézem. Úgyni. Tehát akkor ezt elvileg szétszedhető. Aztán lehet, hogy nagy hülyeséget csinál vele, majd kiderül.
De én biztos, hogy azt tudom, akkor én itt leveszem, mert szerintem ezt le kéne. Hát ezt nem tudom levenni, úgyhogy... De viszont itt meg akarékba fog lenni. Ha ezt le tudom venni, persze. Ezt meg kéne nézem. Várjátok. Itt ez a csavar, ez mi? Jó, hát ott a kapcsoló része, meg minden, meg hülyeség. Vigyáznom kéne, ezt lehet, nem kéne róla levennem. Szerintem annak, ennek le kéne simán jönnie már róla. Hogy várjatok. Itt bent? Itt még fogja szerintem egy csavar. Itt a csavar vége, nem tudom mennyire látszik, mennyire se, ott kijön egy csavar. És az onnit bent, aha, ott van bent a csavar. Hát az viszont csak akkor tudom levenni, ha lentkereket leveszem. Hoppá! Ez nem úgy van ám. Hogy én ezt kitalálom. Ez egész másképp működik, úgy látszik. Ajaj. Tehát akkor a burkolatot nem is tudom addig levenni. Igen. Addig nem tudom levenni még, ami a fenyét leven veszem róla. Megpróbáljuk ezeket a kis dugókat, valamelyik nem jó erre a csavarfejre. Hát ha most amit kiosztam. De nem hiszem, hogy találok benne olyat, ami erre passzolni fog. Hát nincsen szerencsém. De nincsen. Nem tudom, ezek hányas kis kulcsok. Na, várjatok. Várjatok egy picit. Ez például egy hetes. Ez egy hetes bit. Vagy dugó. Aha, ezt pedig úgy éreztem, hogy... Aha, elpörög rajt. Ja, azt hittem pedig megfogja persze. De nem. Sajnos nem. Csak megszorul rajt egy picit. De nem tudom bele meglazítani. Sajnos. Hát akkor ez nem jött össze megint. Akkor ezt a nagy csavart kéne valahogy leszednem innét. Na, az lesz egy érdekes művelet, meg a lentkerék levétel, meg minden. De ahhoz kéne egy gyertyakulcs, ja, hol van a gyertya? Itt egy gyertya, tehát ki kell vennem belőle a gyertyát, ki kell ékelnem, aztán megpróbáljuk azt a... Mi a fenét? Hogy ez lehessen innét, mert akkor... Na, várjátok, ez... Ja, az oda-oda volt akasztva, ilyen, jó van, oké. Tehát ott nem volt, azt hiszem, más alkatrész, ha minden igaz, hanem ha meg volt, akkor már leesett róla mindegy. Meg is jöttem. Lassan kipakolom a műhelyemet ide. Minden hülyeséget kihordok, úgyhogy... hát talán nem azért, azért nem akarom. Oké. Jó fekete. Fekete gyertya látható. Ez megy az alkatrészbázisba. Na kérem, akkor mit akartam? Jó, ezt a nagy csavart, én nem tudom hányas hoztam, mindenféle kulcsot. Na, 24-es, 24-esre meg is tudom fogni. Elsőre ráhibáztam. Akkor kezdődjük a mutatvány, jó? Madzagot hoztam ismételten, kékelni a... Igen, a dugattya. Ja, ajaj, ez cumi. Hát ilyen gondoltam azt, hát ebben nem látom a dugattyút, hogy mozog. Ez cumi, ez csak oda oldalzom be... bakker. Ez valahol ellen kell fognom neki. Valahol ellen kell fognom ennek az egésznek. Hát itt hol lehet ezt kiékelni? Bakker. Hol tudnám megfogni úgy, hogy nekem ez jó legyen, hogy ne törjek vele szét semmit. Mondjuk azt se tudom, hogy ezt az ótkefével egy kicsit áthúzom itt. Ezt a menetet, még hozhattam volna egy kis... csavar lazítót. Hát ezt meg kéne valahol fognom úgy, hogy frankó legyen. Ugye jó lenne, hogy meg tudnám fogni itt alul. De mivel? Itt alul, ha meg tudnám fogni, az tökéletes lenne, mert akkor esetleg azzal addig meg tudnám támasztani, hogy ne pördüljön el. Na várjátok, kihozom mindjárt a kis francia kulcsot, aztán itt a micsodáne. A késtartó valaminél, vagy csavarhúzót valahol dugjak? De hova? Hát ezen is semmi olyan lehetőség nincs. Valami biztos van valami megoldás, de most nem jövök rá. Ugye rajt lenne a kés, akkor jó lenne, mert a kés ellen tudnék fogni, de nincs rajt kés. Nos, ha már bementem, akkor hoztam ki VD40-et is. Kicsit tolok be neki. Hát csak úgy érezze a törődést, csak azért, mert valamilyen szinten szivárok bele. Na, kihoztam a jó kis öreg francia kulcsot, aztán megpróbálom akkor itt a hátul
Hát nem tudom, hogy tudom rátenni, hogy hova tudom úgy megfogatni, hol tudom úgy megfogatni vele, hogy az jó is legyen. Hát egyszer ide megpróbálom erre rátenni. Így. Aztán mindjárt kiderül, hogy az a baj, hogy hát így nehezen tudom. Na, nem jó emberek ez, ez így nem jó. Ez így nem jó sajnos. Vagy úgy kéne megfogatnom. Melyik itt a szögletes rész, aha, aha. Ennyire ki tudnám húzni, oké. Így. Csak ugye az a baj, hogy itt elcsúszik maga a motor is. Le kéne szorítanom magát a... Ajaj. Hát ez nem egyszerű művelet. Nem egyszerű művelet. Lehet, hogy meg kéne egy kicsit melegítenem. Vagy nem tudom, mit csináljak. Kalapácsot nem hoztam ki, pedig lehet, hogy ágy kalapács kéne hozzá. Hú. Jó fele pörgetem egyáltalán. Ez jó, azt mondja, hogy erre van. Nem, ellenkezőleg kell ezt lehúzni. Hogyan indul a menet? Hát a franc se tudja. Próbáljuk ellenkezőleg. Ja, megpróbáltam volna, csak ledobtam magát a francia kulcsom. Na, ez érdekes lesz. Ez érdekes, ma most látom. Na, emberek, nem is melegítem tovább, ez a műanyag, látjátok, már füstöl a lapátok. Úgyhogy szerintem nem melegítem tovább. Van egy olyan sonda érzésem, ez maradjon így. Ajaj! Hát így sem, nem tudom megfogni, de a baj, nincs fogás rajt. Ó, bakker! Hát ez mit nem mondjak, rendesen rá lett téfe. Mit nem mondjak, ez rendesen rá lett téfe. Ujjjj! Inkább elpördül itt alul. Itt elpördül sajnos. Hát ez eszméletlen. Ez eszméletlen. Jó lenne. Azt a fene se tudja, lehet, hogy nem is kéne bántanom. Nem tudom, mit csináljak. Mirén olajos. Valami pedig meg kell ott, hogy adja magát. Hogy innét tolta volna oda föl. Innét erről az egész, innét indult az egész olajzási maszat. Mert akkor elég, ha az olyat leveszem, ha persze onnét is le kéne vennem egyszer a micsodát. Ezt a hülyeséget ugye, de szerintem ő is cselesz egyszerű levenne minne, az biztos, ma most látom. Ez újra van a gyógyuló, mint az állat. Úgyhogy, hogyha kell, akkor itt is kéne ezt a méréngét is cserélnem. Ha már széthúzom ugye. Tehát az szét kéne szednem. Az meg nem olyan egyszerű, hogy elnézem. Hát az a baj, hogy így most nem látok alá. Alsó szimmering meg, hát én nem tudom. Az meg ezt is le kéne vennem. Úgy önmagában szerintem nem rossz ez a masina. Így pörgetem, nézem, valami ezt viszonyítok, de nem látok be 8-as, hogy ütne, mert azért itt a végén már elég rendesen kéne kiütni. Úgyhogy, hát ja, mondjuk ezt innét megint levarázsolni, hú, bakker. Ez megint nem egyszerű ám. Ugye ráadásul alulöntvény. Hát ez maximum megmelegíteni, és akkor szépen, mert a szemenek is van egy jégpályája. Azt szerintem valamilyen szinten ezt le kéne húzni róla. De hát ugye itt kilát, nem is látok bele, hogy hogyan kéne. De nem igaz, hogy egy ilyen csavart nem tudok meglazítani. Mondjuk az nem mai gyerek. Nem lehet ráhúzva. Hú, most látjátok, ilyenkor megy az embernek a kedve az egésztől. Mert én úgy gondoltam, hogy ezt szépen meg fogom pucolni. Kicserélem a tömítéseket mindenhol. Teszek bele új tömítést alulra. Ide is akartam új tömítést tenni.
meg fölül is egy szimmeringet esetleg, hogyha úgy van. De hát így nehéz lesz. Ugye az, hogy ugye azt le kéne vennem onnét, utána meg le kéne vennem még a lenkereket. Hát az se egy egyszerű szisztéma. Meg utána még levenni ezt. Még meg kéne próbálnom ezt innét valahogyan levenni. Hát ezt is csak úgy tudnám esetleg, hogy megütögetni. Jó, megmelegíteném esetleg, és akkor megpróbálnám leütni, de nem tudom, hogy ugye nem látok bele, hogy a védén, ha tolok bele a védét, hogy az hova fog elszivárogni, de gondolom a csavarjukba megy bele, ami a csavarszár belement lyuk, úgyhogy sok értelme annak sincs, gondolom én. Na figyeljetek, megpróbálom, hát ha tudnám, na most meg kifolyik, ha tudnám ezt az oldalt leütögetni, valamelyen szinten leütögetni, vagy megmelegíteni, utána meg leütögetni. Hát nem biztos, hogy sikerülni fog. Ez, ja, ez csak az én teóriám, hogy most ezt képzeltem el, hogy így csinálom, és akkor meg tudom próbálnom így megcsinálni. Levenni legalábbis azt a kütyüt onna. Nos, hát egy jó darabig melegítettem. Persze az egész folyamat nem volt bent, úgyhogy megpróbáljuk. Le tudom erről ütögetni. Hát most nem kint a kalapácsom. Hogy egy lódarás. Menj innen! Hát. Ez nem hiszem, hogy... Nem hiszem, hogy célra vezető lesz ez a megoldás. Pedig még meleg, rendesen, meleg, mint az állat. Nos, megpróbáljuk. Jó meleg itt már, lehet, hogy itt már túlságosan is bemelegítettem. Jó, hát ez lehet, hogy nem jó megoldás itt, itt nem, mert várjatok. A kamera lötyög össze-vissza, vagy zörög. Mozog az egész asztal, ugye? Hát így nem fog meglazulni, a büdös életben elnézem. Hát. Biztos, hogy nem lazul meg így. Hát nem tudom, egy ilyen alkatrész mennyibe kerülhet, max nem tudom, hogy flexre lecsapni az egészet, vagy letörném róla, mert ez eltörik a frenébe szerintem. Á. Ugye ez a baj, hogy ha ezt nem tudom levenni, akkor cumi. Akkor sajnos cumi van. Na kérem szépen, úgy döntöttem, hogy hagyom a francba, nem szedem le, mert egyszerűen nem tudok meg mit csinálni. Kihoztam már ezt a Rafa Steiger lehúzót is, ezzel se. Attól féltem, hogyha annyira feszítem itt, hogy letörik a francba ez a perem. Tehát betekertem egy csavart, és akkor ahhoz képest annak a fejéhez ütköztettem, és ugye egy ráfogadtam, nem jött le. Úgyhogy hagyom a francba az egészet, kár itt előtetni. Azt csinálom, megpucolgatom, körbe-körbe mindenhol, és akkor majd meglátjuk, hogy esetlegesen hol tolja ki magából az olajat. Hát viszont, hogyha mindenképpen csere lesz, akkor hát nem rombolni kell, nincs más választásom, akkor ezt le kell rombolnom a fenébe, tehát flexzel lecsapom róla, vagy nem tudom, mit csinálok vele, mert ha a tömítésnél engedni fog, vagy valami olyan gondja lesz. De egyelőre bízok benne, hogy jó lesz, esetleg még lehet, hogy engerfejet leveszem, ha le tudom. Aztán megnézzük, milyen a dugó, milyen a körülötte lévő rész, és innentől kezdve szerintem nincs értelme ezzel vacakolni, már úgy, hogy szétszedni, amit tudok, így kicsit lekapargatom, volna lepuszolgatom. Hát ez van sajnos, ez van, amikor ugye nem tudok elérni vele semmit, meg hogyha erőtetném, szerintem az eltörne a fenébe. Úgyhogy amit tudok, megpuszolgatok így kívülről rajta, aztán hát meg kéne próbálni összerakni. Azt, hogy elindul-e, az van más téma. Most az a kérdés, hogy ezt a hengerfejet, na ugyanúristen, ezt le tudom-e venni, mert hát az se biztos, hogy ezt innét le tudom venni. De azért egy kísérletet megér, nem? Egy próbát. Mert szerintem azért ez rá van gyógyulva rendesen ezek a csavarok is, gondolom én.
rá vannak gyógyulva. Na mindjárt. Na, nézzetek oda. Ez még aránylag elég könnyen meg is lazult. Csodálatom is. Meg ez is. Meg ez is. Hoppa. Na, ez már kicsit nehezebben, de meglazult. Ez is meglazult. Ez is meglazult. Hát igaz, hogy egy kicsit. Na, kérem szépen, meg is lazítottam mindegyiket, ugye? Most akkor lenni is van. Jó, akkor meg belekukkantunk így simán. Jó, most lekapkodom a csavarokat, aztán meglátjuk, hogy mi van belül, legbelül. Hát olajosnak olajosak, de félreteszem őket. Hát most megint átfordítottam arra az oldalra, talán nem. Hát ugye remélhetőleg ugye beleesett egy nagyobb olajcafat az olajtartályba, ez az alsó részében, de remélhetőleg ott elfér az. Úgyhogy nem lesz gondja. Hát ha nem tudom levenni, nem tudom levenni, ez van. Majd valamikor lehet, hogy még egyszer nekirugaszkodás, aztán akkor szétszedjük. De addig sajnos nem tudok mit csinálni vele, mert az Istené nem akar lejönni róla. Na, itt viszont már a hengerfej mozog, tehát ő biztos, hogy le fog jönni róla. Ó, oda nézzetek. Van itt korom. Van itt korom rendesen. Látjátok? Van itt korom. Hát csak akkor megállna ez a blokk. Arra nézzetek. Hát még ez nem is annyira veszélyes a tömítés, de viszont ezt viszont nem általán azért kipuszolgatni. Mert korom hegyek, hova legyek. Meg hát ugye itt vannak a szelepek. Szelepeknél is tiszta fekete korom. Ugye azokat sártnak ki. Ó, bakker, még mindig folyt ide, olaj, jó van. Úgy látszik, még volt van. Persze most arra az oldalra döntöttem a gépezetet, úgyhogy ismételten kifolyt egy kis olajocska. Na, azt is eltüntetem sokára. Jó, a hengert úgy, ahogy van, hogy az olajat eltüntettem. A henger belül is ilyen szemcsékkel tele van. Tehát, de amúgy nem durva. Mondjuk ez nem tudom, mi ez a vágás itt rajt. Gyertek, az úgy van kiképezve. Van itt egy kis vágás a dugón, ilyet még nem láttam, hogy csak nekem tűnik újnak, fene se tudja. Olyan, mire gyűjszültnek minden hülyeség új, ugye. Na, tehát azért én már nem vagyok annyira újszülött, ugye. Hát ezt a kormot megpróbálom valamilyen szinten levarázsolni róla, ha le tudom. Hát azért lenne jó szétszednem, mert ugye belül mindent át kéne néznem rajt, mert hát ez oké, hogy így most működik. Nem olyan dzsúás. Meg azért van egy kis pereme, azt esetleg megcsiszolni, de ugye azért jó lenne átmosnom magát a hengert, kimosni belőle a maszatot. Hát, ja, van koromra egy dögivel, meg hát hogyha belepotyog, ugye jó lenne kipucolni. Utána nézek mindesetre ennek a kütyűnek, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen. Hogy mennyire se, nem tudom milyen összeg lehet egy ilyen késtartó valami, fogalmam sincs mi a neve. Ha másképp nem megyek, akkor lebarmolom, idegvágva levágom róla a francba, az kész. Különösebben nem zavar. Utána megcsiszolom, aztán az újat már normálisra lehet tenni majd. Na. Azt mondja, már ugye mindenféleképp azért jó lenne, ha kipufogót levegyem. Leveszem a kipufogót, megnézzük az is, hogy néz ki belülről, jó? Mennyire dzsúhás vagy, mennyire sem. Ja, látom, ezeken van ilyen lemez. Ott a szokat le kéne róla görbítenem. Há, itt van ez. Nézd. Oké. Így, né. Ezt legörbítettem. És akkor elvileg, nem tudom, hányas kulcs, 10-es talán. Nem, 10-esnél nagyobb, 11-es. Hol van? Majd egy kicsit dúrkefé váltóval. Ne. Aztán hadd szóljon az ipar. Hol van a 11-es kulcs? Valahol itt volt, pedig azt hiszem hoztam ki azt is. Ma annyi minden itt van kint, hogy már sok is. Úgy. Ajaj. Hát ez, ja, meg se lazult volna. Jó, szerintem megvan égő, hogy a fene se tudja, mi van vele. Miért ilyen nehezen? Hát a rózsdás ugye megett a hű ingadozás. Őha, oda nézzetek, mi a franc ez.
mekkora csavar. És a végén van egy kis menet. Látjátok, jó kormos maszatos. Na, a másik már könnyebben megadta magát. Úgyni, na is szappant ide nekem. Jó. Hát látjátok azért, nem tudom mennyire láttatok bele, van ott korom, gazdagom. Úgyni. Akkor a kipufogó tömítés az megvan. Az megmentettük. Ugye ezt se lehet szétszedni, hogy elnézem, hogy csak ezt a két kis lemezt le nem veszem, az nem tudom, azt szerintem csak irányítja a füstöt. Szerintem nagyon nagy szerepe nincs semmiben. Na. Akkor, hát kár, hogy nem tudom levenni ezt a hülyeséget innét, mert ugye hát ez így nehezen tudom kipucolni, mert ezt meg kéne teljesen totálba pucolni. Hogy most elnézem ezt a dugattyút, mert most, hogy nekiállok, de viszont nem lötyög. Még elég jó passzos szerintem, úgyhogy nincsenek elkofva annyira dugók. Még nem érzem azt, hogy kotyogna. Így is meg tudnám pucolni, mert valahogy most a szelepeket itt levenném ezt a... Leveszem ezt a szelepfedre, azt hiszem szelepfedre, vagy francia neve, nem tudom, nem is. Megnézzük, hogy alatta mi a dörgés. Mert onnét is ki tudnám akasztani, csak attól félek, hogy a... Mondjuk, hogy belül megfogja elvileg a fogas, vagy a bütykös tengely, nem? Vagy mégse? Hát lehet, hogy hülyeséget még nem akarok csinálni. Azért mondom, hát még a felső részt nem is tudom levenni, de legalább az alsót le kéne vennem. Az alsó olajteknőt, azt nem ártan azért levennem. Hát itt is amennyi maszat van, hol van a tótkefém? Itt van. Kicsit megpuszolom. Így. Hát igen, sajnos ez az olajos föld, ez ugye berakódik rendesen mindenhova, látjátok. Mindenhova be tud rakódni. Úgyni, hát most nem tudom, itt erőlegenek le kéne, hogy jöjjön. Ennyi csavarhúzóval egy kicsit ráfeszítek. Mondom, valami tömítés vagy valami fogja. Úgyni, oké, itt is van. Szépen. És hogy itt vannak bent. Hát még nem is olyan veszélyes megoldás ez. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy így is meg tudnám ám csinálni. Aha. Szerintem akkor nem is kéne kivennem, mert az alsók azok nem fognak visszapottyanni, mert ugye a bütykös tengely tartja őket. De viszont ugye a felsőket meg nem ártanak kipucolni a koromtól. Úgyhogy akkor lehet, hogy jobban nem is bontom szét. Úgy döntöttem, hanem majd megpróbálom innét kiszedegetni magát az alkatrészeket. Hát a dugattyút sajnos nem tudok meg mit csinálni. A dugattyú tetővel egyelő annyit csak csinálni ezt a kormot, ezt valahogyan levakarni róla. Hát ha sikerül ez az a rárakodott korom, de nézzétek, de körömmel, akár csavarhúzó hegyével is szépen le lehet szedni, és egy drótkefével áthúzni, aztán kicsit azzal a dörzsi cuccal még áttörölgetni, aztán jó idő. És vagy úgy kimosni, hogy kifele hozza a cuccot, ne befele vigye, hanem kifele hozza a cuccot. Bár szerintem nagyon nem megy befele, majd megpróbáljuk úgy megoldani. Ha sikerül, jó? De a szelepeket, azon gondolkodok, a szelepeket hogy tudnám kiakasztani. A szelepeket ugye nem lehet összekeverni, mert kettő van. Ezzel most nagyon okosságot mondtam, ugye? Ugye van egy nagyobb kerületi, meg egy kisebb kerületi. Hát ugye elvileg, hát talán nem lehet visszarakni egyiket a másikba, de ezt a fene se tudja. A fene se tudja, most nézem, hogy ezt valahogy meg kéne nekem jelölnöm, vagy a fene se tudja. Az a lényeg, hogyha dugótól nézem, ezt csak, hogy majd elmagyarázom a videóban. Dugótól nézem, jobbra található ez a kipufogó szerep, azt hiszem, igen. A kisebbik, a kipufogó szerep, és itt a másik szerep meg akkor a beemlő, vagy francia, milyen neve, az meg akkor a balra. Tehát az a lényeg, hogy jobb oldalon van a kisebbik, engem az, nekem az elég, azt a kész. Jobb oldalon van a kisebbik szerep. Na, most ugye azt kéne csinálnom, hogy a rugót összenyomvám, valahogyan kiakasztanom azt a kis hülyeséget onnét belülő, azt a kis tányérat, azt akkor a szelepeket én ki is kapom innét a francba. Különösebb gondolkodás nélkül, de ugye most már az asztalon itt annyi minden van, a
Na, hol van a kis csavarhúzó? Itt van. Megpróbáljuk akkor ezt a, nem tudom merre, mert tudom levenni, hogy merre se tudnám leugrasztani róla, nem látom, az a baj, hogy merre áll. Ugye ez valahogyan csak úgy lehet leszedni, ha kifeszítjük magát a... El kell tolni egyik irányba. Most nem tudom, ez a bemarás, ez valamit jelöl-e? Na oké, ez meg lesz, azt hiszem. És akkor elvileg... Vagy mégse? Kijebb csúszott. Na, nem ugrik ki belőle szerep. Vagy most nincs, ami fölnyomja már? De még ott van. Nem látok alá, az a baj, sajnos. Sajnos. Hát, felém kéne szerintem kihúzni. Ajaj. Na, megint folyik belőle az olaj, hál' Istennek. Aha, azt ott mindenféleképp át kéne húznom. A rugót kéne fölnyomnom. Valamilyen szinten rugót eltüntetni innét, és akkor azzal már azt tudnak csinálni. Csak nincs itt a csőrös fogócskám, sajnos. Ja. Na, váltok. Na kérem, akkor figyeljetek oda. Megpróbáljuk ezzel a fogóval kijátszani. Ugye most itt van, kívül látszik. Most át kéne mindenféleképp, akkor a bemarás van ezen a, úgymond tányéron egy jel. Akkor azt jelenti ezek szerint, hogy rájövök már egy-két dologra közben, hogy akkor azzal szemben van, ami a fene. A lyuk, ahol át kéne húznom magát az egészet, hogyha megszabadítanám a hülye rugótól. Hát pedig könnyenben kiszokottam ez ugrani. Hát persze nem mindig sikerül. Ami legyen, majd úgy is összevágom. Úgyse lesz meg az egész. Közben ismét folyik, látom, az olaj. És ott kéne átdugnom a szelep száron, de hát ugye... Na, oké, megvan. Hát igen, megvan elvileg. Miénk a szelep. Hú, bakker. Nézzetek oda. Ugye ezen a kis kütyünkkel át tolni rajt. Magát a... Na most óvatosan ki kéne húznom a szelepet is, vagy a rugót, meg azt a kis tányérat is. Hogy a rugó el ne vágódjon innen a francba. Jó, nem is nincs is akkor a feszültségben, meg itt van a tányér. Ez a kis kütyű, amivel eddig kilóttam. Na, még most egy rám ki, látjátok? Még most is makacskodik, itt van. Na kérem, és ugye addig kell szórakozni vele, hogy oldalt, ott tud kijönni, látható az a nagy kis lyuk. Ó, de jó, hogy süt a nap. Addig kell szórakozni vele, még itt ezen a részen tud csak kijönni, és akkor oda kell vissza majd beakasztani, ugye ezzel kell játszani. Hát ilyen, van egyszerű, biztos vannak rá ilyen speckó megoldások, tehát én, nekem ez így sikerült, látjátok. Na, tehát akkor még egyszer, ugye jobb oldalt, dugattyútól jobb oldalra, hogyha dugattyú felől nézzük, jobb oldal van a picike. Na, most akkor azzal is eleszünk egy darabig, jó? Megnézem, hol van az a kis, mi a fene, bemarás rajt, de és akkor mutatom a bemarást tényleg, hogyha már bemarásnál tartok, amit kivettem, azon tudom bemutatni. Tehát itt van egy kis bemarás, látható? Ott, és ugye az a szemben van a lyuk. Tehát akkor ugye, hogyha tiszta egy körkörös valami lenne, tányérka, akkor nem tudnánk, hol van a maga a lyuk. Tehát ebből lehet valamilyen szinten viszonyítani, hogy hát nem, látom, nem is pontosan, vagy szemben van vele, a francia tudja, pont szemben van vele. Mindegy, de az a lényeg, hogy azzal, annak az ellenkező irányában van a lyuk. Abból következtetni, mondom. Na most megint felém van a... Felém beállítom a tányérat, de lehet, nem felém kéne, hanem pont ellenkezőleg. És akkor a micsodát feltolva, a rugót feltolva, úgyni, így már ez egyszer is volt, ez a mi a fene, szelep, látjátok, ennyi volt, kint is van.